Mit csinálj, ha szorongsz és halogatsz? Legtöbbször azért halogatunk, mert félünk valamitől. Félünk, hogy nem lesz elég tökéletes, vagy hogy mit fognak gondolni, szólni az adott dologhoz, felelési kényszer övez minket. Vagy éppen nagy falatnak érezzük, és átláthatatlannak az adott feladatot. Adok egy-két tippet, hogy könnyebben kezeld a halogatást. Első, írd le a feladathoz tartozó lépéseket, minél részletesebben és minél kisebb falatokra oszd. Ebből csinálj meg egyet. Második, legyen közte szünet. Fontos, hogy igenis pihenjünk, és ne csak üljünk a gép előtt, és próbálkozzunk megoldani az adott feladatot, csak még több szorongást okoz, ha nem töltődsz fel. Harmadik, két opciód van. Vagy lenyeled a békát, vagyis a legnehezebbel kezdesz, vagy inkább kezded a legkönnyebbel, és utána megajándékozod magad, akár éppen egy Netflix sorozattal. Negyedik, inkább legyen megcsinálva, mint hogy tökéletes legyen.